A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, ekkor a világ Jézus kereszt halálára és feltámadására emlékezik. A húsvéti ünnepkör egy mozgó ünnep, így nincs állandó időpontja, idén március 31-ére esik. A feltámadás ünnepét megelőzi a 40 napos bőti időszak, ami február 17-ével vette kezdetét. A nagybőti időszak felkészülése a húsvéti ünnepekre. Ebben a nagybőtben Jézus szenvedéseire emlékezünk. A böjt, a nagy böjt 40 napig tart, de ha ki tetszenek számolni, akkor időben ez 46 napig tart, ugyanis mi már emlékezzünk Jézus szenvedéseire, a keresztény világ legnagyobb ünnepe pedig húsvét, ami húsvét vasárnap történt a feltámadás. Számunkra a keresztények számára ezért lett az úrnapi a vasárnap, így a vasárnapok nem képezhetik a böjtöt, viszont a 40 napnak meg kell lenni, ami arra emlékezik, hogy Jézus működése kezdetén 40 napra elvonult a pusztába imádkozni és a mennyei atyával együtt lenni. A plébános elmondta, sokan félreértelmezik a böjt jelentését és feladatát, hiszen úgy gondolják, hogy 40 napon keresztül tilos a hús fogyasztása. Nagyon sokan összekeverik a hústilalmat a böjtben, mert azt gondolják, hogy 40 napig most nem lehet húst enni. Ez kifejezetten hamvazó szerdára vonatkozik, és a nagybőti péntekekre, amikor elő van írva a hústilalom. Egyébként bármilyen formáját választhatjuk a böjtnek, többet teszünk valami jót, vagy pedig más rossz tulajdonságunkról mondunk le. A nagybőti készülődés a győri templomokban is észrevehető már, hiszen ilyenkor tudatosan nem díszítik fel Istenházát. Az ünnepkör liturgikus színe a lila, így ez a szín köszön vissza a misék és istentiszteletek alkalmával. A Szent Kamillus templom is kiemelt figyelmet fordít a húsvéti időszakra, minden pénteken keresztutat járnak a templomban. Keresztutat minden pénteken járunk a templomban, nálunk ez a gyerekek vezetésével történik, illetve nagy péntek előtt a Kálvári utcában lévő stációkhoz vezet a megyés püspök úr keresztutat, előtte szentmisét mutat be. Buzdítjuk a híveket a szentgyónásuk elvégzésére, amelyre mise alkalmakkal biztosítunk lehetőséget, illetve nagybőjtbe azért minden egyházközség szervezze lelki gyakorlatot is. Berkes Gyula atya egy útravaló történettel zárta a beszélgetést, melyet a vasárnapi evangélium alkalmával a hívekkel is megosztott már a templomban. Az egyik faluban az atyáról a következő, hát ha tetszik, anekdota, ha tetszik, megtörtént esemény hangzott el. Miszerint találkozott az utcán a kis városkában épült szappangyáros tulajdonosával, akit még nem látott templomban. És megkérdezte tőle, hogy miért nem jön a templomba, mire azt mondta neki a szappangyáros, hogy tudja, atyám, a kereszténység hiába hirdeti már 2000 év óta az evangéliumot, semmit nem változtatott az emberek hozzáállásán, ugyanúgy vannak háborúk, lopnak, csalnak az emberek, hát minek menjek én a templomba. És ekkor az atya meglátott egy koszos gyereket, ezzel fordult a szappangyároshoz, hát nézze, itt megy ez a koszos gyerek, hát csupa kosz, miért nem tisztítja meg magát. Mire a gyáros? Ó, atyám, nem a szappannal van baj, hanem azokkal, akik nem használják. Mire az atya azt mondta neki, na látja, itt sem az evangéliummal van baj, hanem azokkal, akik nem használják, és nem az szerint élnek. Hát ezt tudnám én is mindenkinek mondani, hogy 2024 nagybőtjén igyekezzenek az evangélium szerint élni, használják az evangéliumot.